Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ma egy nagyon szép nap van. Pontosabban nem ma van a párom születésnapja, hanem vasárnap lesz, 9-én. De ma 6-án tartjuk, mert most szünnapos. Úgyhogy nézzétek meg, milyen szépen jönnek fel a csipetkék. Bogrács gulyást készítettünk. Megkevered, drága születésnaposom? Igen. 46 éves lett, boldog szülinapot, Csabika. Köszönöm. Kapott egy finom Jägermeistert, mert azt nagyon szereti. Meg hát igazából telefont fog kapni, csak az még nem érkezett meg. Úgyhogy, de hát nem is ma van végül is a szülinap, csak ma tartjuk. Gyöjj, tele van finom zöldségekkel, isteni íze van. És most dobjuk rá Petrust. Van benne zeller zöld, petrezselyem zöld, ez már a végén, hogy nagyon-nagyon fincsi lesz. Kicsit átkavarjuk, mert most már a csipetkék is feljöttek, én szerintem ez már kész lesz. Csak gyorsan mutatom, mert most nem tálalok, nem vettem többféle videót, amíg itt szenvedtünk, mert hol esett az eső, hol fújt a szél, ó, gyönyörű. Kóstoltuk gyerekek, vajpuha, húsi, tele van zöldséggel. Ott a csipetke is, úgyhogy isteni lesz. Hát most itt tartjuk a születésnapot, nekünk már ennyi idős korba. Jó, hát én 4,5 évvel idősebb vagyok, de szerintem nem látszik, úgyhogy egy korbnak érezzük magunkat. lélegeztem a füstöt. Úgyhogy nekünk egy ilyen isteni étel. Jót eszünk, összebújunk. Filmezünk, pihenünk, ilyen szép, kellemes, hát kellemes, nem kellemes, mert hol nagyon süt a nap, meleg van, hol esik az eső, fúj a szél, ilyen vegyes időjárás van ma, de az nem vette el a kedvünket a bográcsolástól, úgyhogy elkészült, isteni lesz. Úgyhogy, hát Csabikám, boldog születésnapot kívánunk, Isten éltesse nagyon sokáig, aztán majd még vasárnap, majd még úgyis kocintunk. Mindenkinek csupa szépet, jót kívánunk innen Skóciából. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!